Soproni szimfonikus zenekar 92 évvel ezelőtt, 1929-ben ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját, és ez alkalomból vette fel Liszt Ferenc nevét. A névválasztás tulajdonképpen programot is adott az együttesnek, hiszen a mai napig a legfontosabb feladatunk a helyi kulturális identitás erősítése és a térséghez kapcsolódó zeneszerzők örökségének az ápolása. Az egykori Sopron vármegyében született Liszt Ferenc természetesen nem csak a soproniaké, de még csak nem is kizárólagosan a magyaroké. Éppen ezért igen nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy immár visszatérő vendégként léphetünk fel a bajrajti Liszt napokon. Gyerep Hanna vagyok, a Budapesti Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont munkatársa. Hegedűsként működtem közre a soproni Liszt Ferenc szimfonikus zenekar bajrajti koncertjén. Különösen nagy élmény volt a közel 200 éves Liszt zenekarban játszani, és a zenekar tagjaként ellátogatni Liszt Ferenc sírjához. In dieser Kirche hat die Beerdigung, das Requiem von Franz Liszt stattgefunden. Anton Bruckner hat damals diese wunderbare Orgel, die damals noch anders aussah, gespielt. Und deswegen verbindet uns Bayreuther mit Franz Liszt natürlich eine intensive Beziehung. Und er ist auch auf dem Stadtfriedhof begraben hier. Liszt Ferenc rendkívül integratív személyiség volt. Így külön öröm átélni, hogy olyan városok és intézmények között épülnek kapcsolatok, mint Sopron, ahol Liszt Ferenc 9 évesen első koncertjét adta, illetve később díszpolgárává választották, Bayreuth, ahol elhunyt és sírja található, illetve a Budapesti Liszt Ferenc Emlékmúzeum, ahol számos olyan műtárgyat őrzünk, amely ezekhez a városokhoz kapcsolódik. So, gerade eben ist das Konzert zu Ende gegangen. Es hat sehr, sehr große Freude gemacht mit den Sopronern. Sie haben sehr, sehr gut gespielt. Ich bin sehr glücklich. Das Publikum war begeistert. Besonders Poulenc-Orgelkonzert war sehr, sehr schön. Und wir haben einen guten Kontakt gehabt, eine schöne Atmosphäre produziert. Und es würde mich sehr freuen, wenn wir auch in Zukunft weiterhin häufiger mal Konzerte gemeinsam gestalten werden. Und die deutsch-ungarische Freundschaft auf diese Weise auch pflegen können. A zenekari közösségnek is fontos egy-egy ilyen utazás, ugyanakkor a koncert sikerének és a visszahívásnak amiatt is örülünk, mert ez azt jelenti, hogy hitelesen sikerült képviselnünk Liszt Ferenc szülőföldjét Bayreuthban születésének 210. évfordulóján.